Gondoltam most, hogy közelegnek a választások. Lehet, hogy érdemes lenne. Néhány alkalommal megvizsgálni, hogy mi is az, amit a hírekben találunk ezzel kapcsolatban. Én elmondom mindenkinek, hogy természetesen én nem veszek részt ebben, nem is tudom. Az első alkalommal talán szavaztam 98-ban, mikor először szavazhattam azóta én. Igazából akkor vált világossá ez az egész, szóval nekem nem kellett. Egy egész élet, hogy rájöjjek arra, hogy hazudnak. Persze, én hálát adok ki a huának ezért, de... A helyzet az, hogy ha valakinek van egy fél agya, akkor az látja a viselkedésükből, hogy hazudnak. És aki ezt nem látja, az sajnálatos. Aki úgy gondolja, hogy változtatni tud a rendszeren, az még sajnálatosabb ennél. De... Ez a helyzet is, ez van. Ez az index.hu... Igazából én soha nem szoktam ezt olvasni, de gondoltam így érdekesebb, hogyha néhány hírt megnézzünk ezzel kapcsolatban. Az egész világon ugyanaz a helyzet egyébként. A migráns áradat így lett kitalálva, és ez a célja pontosan, hogy megoszza a társadalmat egy újabb frontvonal mentén. Igazából a lényege az természetesen tönkre fogja tenni a nyugat-európai országokat, hiszen nem lesz egyetlen szociális rendszer sem Nyugat-Európában, és már is ez világos, amelyik el fog tudni látni ennyi embert, aki képzetlen, és egy teljesen más kultúrából jön. Ha egyáltalán hívhatjuk kultúrának az övékét, vagy akár a milyenket is. Persze a szószoros értelmében hívhatjuk, de pozitív értelmében semmiképp. Ugye ez a Fidesz videó, ez a választás tétje, bevándorló országá válik-e Magyarország, hogy megmaradunk Magyar országnak, a szerdán délután bejegyzésében a Fidesz a Facebookon, és ez a legújabb videójuk, amit mindenki megnézhet az indexen, vagy gondolom akárhol. Ha valaki ezt beveszi, úgy értem, hogy ha valaki ezt komolyan veszi, hogy, hogy ez az egész a valóság, akkor az, aznak nincsen reménye. Aki jelen pillanatban ott tart, hogy, amit lát a tévében, vagy az ilyen szemét oldalakon, mint az index, az a valóság, akkor szerintem annak az embernek tényleg nincsen reménye a jövőre nézve, hiszen olyan kevés az idő, hogy ezt megértse, olyan távolról kell indulnia, hogy ez katasztrófa. Ha valaki komolyan veszi, hogy ez, amit lát, ez a valóság. Olyan értelemben a valóság, hogy igen, ez történik, de ez az egész egy irányított folyamatnak a része. Sajnálatos, de, de ez van. A migráns áradat, ezek a karakterek, akik itt játszák ezt a szerepet, amit játszanak, mind-mind képzett színészek. Nem azt mondom, hogy úgy színészek, mint, mint egy színházi színész, én úgy, úgy értem, hogy ezek képzett színészek, aki nem tudja, hogy ezeket az embereket képzik, hogyan kell kommunikálni, hogyan kell gesztikulálni, hogyan kell játszani a szerepet, öltözködni, milyen színeket használni, milyen szavakat, milyen, milyen stílusban beszélni, azt nem tudja, hogy hogy működik a politika. Ez az egész, egy hatalmas színház, és az emberek tátott szája bámulják, azt, mert tudatlanok. Ez a napi hu. és arról beszélnek, hogy így állunk most. Már 222 egyéni jelöltet jelentettek be április országgyűlés választásra, 186 nyilvántartásba is vettek. A múltkor például kopogott az ajtón két fiatal srác, és ö, olyan 20-as éveikben lehettek, és valami lila ilyen logó volt rajtuk, nem tudom, hogy melyik, valami embert kellett volna, hogy támogassak, vagy akármi. És így, ahogy, ahogy elgondolkodtam ezen az egészen, valahogy az futott át a, a, az agyamon, hogy hogy létezik az, hogy ilyen fiatal emberek ez, erre vesztegetik az idejüket, hogy, hogy egy ilyen szélmalom harcba, meg egy ilyen, ilyen, jelentéktelen, szánalmas dologba részt vegyenek, ahelyett, hogy próbálnak megtudni, hogy mi a valóság. Azt hinné az ember, hogy legalább a fiatalok, ha már, ha már nem is értik, de legalább nem érdekli őket ez a színjáték, de ezek szerint nem így van, mert hogy az idősebb, generáció még elmegy szavazni, mert megszokták, meg nem tudnak jobbat, csak csinálni azt, amit mindenki más még hagyján, de hogy a fiatalok is részt vesznek ebben, a szomorú. Igazából nem is tudom, hogy hogyan működik a rendszer. Nem is érdekel, hogy őszinte legyek. 20 éve nem, nem figyelem, és a, a legkisebb mértékben sem érdekel. Hidegen hagy, hogy mi az, ami történik, mert tudom, hogy nincs jelentősége. Megvan az irány, amely, amelyre haladunk, és ezen nem tudunk mi változtatni, azzal, hogy melyik csapat bohóc fogja irányítani az országot. Én például azon voltam megdöbbenve, valahol láttam a: Legyen más a politika, van egy ilyen párt, ha jól értem? H hogy is lehet egyáltalán komolyan venni egy ilyen dolgot? Hogy. hogy... H hogy lehet? Ez, ezek szerint ők azt gondolják, hogy az emberek ilyen szinten vannak, vagy pedig az emberek valóban ilyen szinten vannak. Hogy, hogy ilyen dolgok, amit legyen más a, a politika, vagy itt van egy másik. Együtt a korszak korszakváltók pártja. <laughs> ja, hihetetlen, de tényleg, neve, nem, nem is tudom, hogy nevetséges, vagy szánalmas inkább. A mi pártunk, ennek Ima a neve, vagy Ima, nem tudom mi értünk, értetek. Mint, mint hogyha... Tényleg olyan, mint hogyha gyerekeknek készülne az egész. Olyan szinten működik ez az egész történet. Kitalálnak egy szlogent, és aztán azt... Szerintem az emberek ezen túl vannak, hogy őszintén. Én reménykedem abban, hogy, hogy az ország látja, hogy ez egy hazugság. Nem az, hogy most meg fogjuk váltani a világot, hanem legalább érti az ország, hogy ilyen gyerekes, primitív szlogenekkel, mint az, hogy értünk, értetek, a hiteles párt. Mi az, hogy hiteles? Ki az, a, mi a, mi, mihez képest hiteles? A többihez képest? Vagy majd az, hogy ők meg fogják változtatni a rendszert? Soha nem is hallottam erről. Vajon hány ember szavaz ezekre az idiótákra, hogy a hiteles párt? Mi, mi az, hogy hiteles? Mikor, mikor mindegyik, aki részt ebben, hazudik reggeltől estig. Ugyanúgy, ahogy elmondták. Mint ahogy Gyulcsány elmondta az összedi beszédben. Hazudnak reggel, délben, este, állandóan. Egy a lényeg, hogy kié lesz a pénz. Ezen a szinten, ahol ők vannak, semmi más nem számít. Net párt. Hajrá Magyarország párt. És valaki ezt komolyan veszi. Hajrá Magyarország párt. Mit is jelent az? A haza mindenki párt. Nevetséges, de tényleg. Szánalmas. Az, hogy az emberek ezt komolyan veszik, és ilyen szlogenekkel a mai idő 2018-ban, ne, nem az, hogy azt mondják, hogy úgy még azt hinni, hogy a föld lapos 2018-ban, azt hinni, hogy ez igaz 2018-ban, az az igazi szánalmas dolog. Hogy a haza mindenkié párt. Ilyen nem még lehet, mikor 1848-ban is ugyanezt mondták, hogy a haza mindenkié. 200 évvel később még mindig ugyanazt magyarázzák, és az emberek még mindig elhiszik. Hihetetlen, de van egy ilyen párt, hogy Aquila párt hogy ezek mit akarnak, vagy ez mi. A Quilla egyébként azt jelenti, hogy sas. A Quilla, a saspárt, biztos valami magyar ö, idióták gyülekezete. A Nemzeti Együttműködés és Megbékélés Párt. Nem, nem is tudom kifejezni, hogy ez mennyire nevetséges. Maga a névválasztások, hogy, hogy együttműködés és megbékélés. Még van, aki ezt, ilyenekbe gondolkodik, mikor a világ leég körülöttünk, szó szerint. Leomlik az egész világ, fizikálisan az egész világ leomlik. Az időjárás, a, az egész Föld, az étkezésünk, a mezőgazdaság, az ipar, a pénzügyi rendszer minden romokban hever, hamarosan nulla lesz, és még emberek itt akvila pártokról beszélnek, meg nemzeti együttműködésről, meg megbékélésről. Hát az, hogy Magyar Munkáspárt még mindig van, az, az kritikán aluli. Itt van még egy. A szegény emberek Magyarországért párt. Eh? Kritikán alul. Az olyan, mint Mátyás király, hogy ő áruában járta az országot. Ugyanazon a szinten vagyunk. Minden szegényért párt. Magyarországon élő dolgozó és tanuló emberek pártja. Ez, ez, erre nincs szó. Az, hogy rend és elszámoltatás, összefogás, a szegényekért, ez. Ez. ez erre nem lehet mit mondani. Ennyi párt van, én nem is tudom, hogy ennyi, ennyire lehet szavazni Magyarországon, ahol van néhány millió szavazó, és egy egész ilyen halálistát összeraknak arra, hogy, hogy, hogy mennyi párt van, lassan több párt lesz, mint szavazó. Ez az ember meg még mindig itt van. Egyszerűen hihetetlen. És ő mondja azt, hogy Orbánnak kell előkészíteni a cellát. A probléma egyébként az, hogy az emberek ilyen oldalakat tartanak hivatalos források, mint a HVG. Az, hogy az emberek még mindig ott tartanak, hogy ami a HVG-n van, vagy ami ezekben a médiaforrásokban van, az az igazság. Ahhoz, ahhoz kell nekünk mérnünk azt, hogy, hogy a véleményünket hogyan alakítjuk ki. Ez alapján. Ilyen bohócok, mint ezek itt, ezek, ezek effektíve gyakorlati bohócok és ők az egyik párt, vagy egyáltalán van ilyen. Egy, 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 bohóc áll ott, és az embereknek nem esik le még mindig, hogy ez az egész egy színjáték. Színjáték olyan szinten, hogy én biztos vagyok benne, hogy a legfelsőbb emeleteken ezeknél a, ezekben az intézményekben ők tisztában vannak azzal, hogy ez az egész egy nagy hazugság. Egy nagy színjáték. És végig-végig itt láthatjuk a, a különböző híreket ezekről az emberekről. Nem, nem lehet ehhez mit hozzáfűzni. És biztos vagyok benne, hogy az emberek olvassák ezeket a híreket. Tele lesz a fejük ezekkel az ostoba dolgokkal, és aztán közben nincs idejük arra, hogy a valóságot, valóságot megértsék. Az, hogy mi is történik a világban valójában el vannak foglalva azzal, hogy Soros így, Gyurcsány úgy, ilyenekkel, hogy Orbánnal nincs alkú, Ez, ez mintha visszafele mennének az emberek a, a, a fejlődésben. Mint, mint hogyha, ha egy, egy felnőtt menne visszafele a, a, az időben, és így egyre ostobább lenne, és ahogy halad előre a történelem, úgy egyre primitívebb dolgokkal az embereket... Meg lehet vezetni. És ahogy mondtam, számtalan más videóban, az egész, amit a tévében látunk, az tulajdonképpen egy, egy nagy programnak az eredménye. Az iskola beprogramozza az embert egyfajta reakcióra, és utána ezekkel azt a reakciót előhívják. Egy-egy ilyen ingerrel, egy-egy ilyen hírrel, és akkor az emberek bemennek a munkahelyre, és beszélnek arról, hogy H hogy kire szavaznak majd. Hogy, hogy vajon, vajon, melyik, vajon, melyik, idióta fogja majd, majd, most megváltani az országot úgy, hogy erről beszélnek már száz éve, de lehet, hogy ezer éve. Hogy majd más lesz, hogy most majd mi megváltoztatjuk. Hogy, hogy, ez egy új, új korszak jön. Majd felelősségre vonjuk azokat, akik, akik előttünk hazudtak. Hogy mi majd munkahelyeket teremtünk. Ezt mondják, mióta az eszemet tudom, ugyan ugyanezt mondják. Hogy majd most elszámoltatjuk, új munkahelyeket teremtünk, a gazdaságot fel fogjuk élénkíteni élink, a külföldi beruházásokkal, pályázatokon fogunk kiírni a kisvállalkozásokra, a magyar termékeket fogjuk támogatni, és minden jó lesz. Ez, ez, ez az, amiről szó van, mióta én ezt figyelem, 20 éve. És er, erről lenne szó, hogyha ha még lenne 20 évünk, akkor még erről lenne szó 20 évig. És mikor, mikor, ezt mondom, akkor az van, hogy, hogy ez, ez, így van, mindig is így volt, nem tudunk mit csinálni, meg ez egy összeesküvés elmélet. Hát az, ezek az emberek együtt hazudnak azért, hogy hatalmon maradjanak. Ez maga az összeesküvés. Aki ezt nem látja, a, a, annak nincsen meg a képes, az alapvető képessége arra, hogy a valóságot érzékelje vagy hogy, hogy, különbséget tegyen igaz meg, meg, hazugság között egy elemi szinten, aki nem látja, hogy ez az egész egy, egy hazugság. Ez egy színjáték, ez a, a, a média nem más, mint propaganda. Amiket látunk itt, ezek a hírek, ezek a címszavak, a képek mind-mind úgy vannak kitalálva, hogy az emberekből kihozzanak egyfajta reakciót. Amíg ilyen primitív dolgok, mint pannon, puli, ilyen Ilyen primitív dolgok léteznek, addig, addig nincsen remény. Ha már itt tartunk a propagandáról, akkor itt van az együtt szerint még több összefogás szükséges, és építi a falat ez a bolond. Közben itt az van, hogy Orbánnak nekiszegezték a kérés, hogy mikor megy börtönbe. Ugyanúgy, mint a, mint a barátok közben, olyan szimbolalom megy az egész. Ha valaki azt hiszi, hogy ezek közül egyik és valaha börtönbe fog menni, akkor az, az, ez egy reménytelen eset az az ember. Közben megy a hazudozás a, a migránsokról, meg, meg ez az egész színjáték arról, hogy hogy majd, ha mi maradunk, akkor ezek nem jönnek ide, majd ők ellenállnak az egész Európai Uniónak. A nyugati civilizációnak, ahogy mi ismerjük, befellegzett. Ennek vége van. Ha valaki ezt nem látja, akkor az nem is fogja megérteni. Ha még ez nem világos, ami most van, hogy mi az, amire a játék kimegy, akkor, akkor tényleg nem fogja az az ember megérteni soha. Ha ez még nem világos. Az a világ, ami, ami jelenleg van, ahogyan mi működünk, nem csak mi, mint az ország, vagy Európa, hanem az egész világ, gazdaságilag, politikailag, bármilyen tekintetben, ennek vége van. És ennek látjuk az utolsó napjait mi most a szemünk előtt. Az, hogy melyik csoport bohóc fog minket átvezetni a, a célvonalon, annak nincsen jelentősége annak semmi jelentősége nincs azon kívül, hogy megosszák az embereket, hogy, hogy KDNP, hihetetlen, el kell mondanom még egyszer, hihetetlen, hogy ezek még mindig itt vannak. Évtizedek óta. Mióta rendszerváltás van, ugyan ez a csoport harcol a másikkal. Most, most van 30 új, aki előtérbe került, de egyébként a helyzet semmit nem változott. A hazugság ugyanaz, a hazugság ugyanaz, ők rosszak, mi jók vagyunk, majd mi megváltoztatjuk az egészet, és e, meg a magyarság, hogy mi vagyunk a magyarok, és, és mi valami óriási dolog vagyunk itt. Közben fogalmuk sincs arról az embereknek, hogy, hogy mi az, ami a háttérben zajlik. Folytatjuk legközelebb. Mindenképpen kövessétek az 2 kettes csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól, Jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, hallujá és shalom!